Üdvözlöm Önöket! Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történetéből ismerhetünk költőket, közéleti személyeket és katonákat is. De vajon hogyan hatottak a forradalmi események a magyar zenei életre, és hogyan vették ki részüket a zenészek a szabadságharcból? A mai M5 históriában ennek járunk utána, tartsanak velünk! Marx Éva utána jár, hogyan segítette Liszt Ferenc a magyar szabadságügyét. Kassai Katalin bemutatja, hogyan váltak Erkel Ferenc művei a szabadságharc jelképeivé. Majd egy kevésbé ismert magyar zeneszerző, Mosonyi Mihály nyomába eredünk. Liszt Ferenc a szabadságharc ideje alatt Weimarban tartózkodott, mégis több szálon kapcsolódott a magyarországi eseményekhez. De hogyan lehetett külföldről és zenészként tenni a magyar szabadságért? Ezzel kezdünk. A 19. században forradalmak söpörtek végig Európán. Olaszország és Franciaország után a szabadság eszméje Pest-Budát is utolérte. De mit követeltek a magyarok az elnyomó Habsburg birodalommal szemben? Például felelős nemzeti kormány, saját bankot vagy saját honvédelmi rendszert. Az eseményeket jól ismerjük. 1848 szorosan összefort Petőfivel és a Nemzeti Dallal. De mi a helyzet Liszttel és a Hungáriával? Ez a szimfonikus költemény már a magyarság történetének egészét foglalja magába. Ebben is benne van a harc, benne van a bukás, a gyász, de mégis a befejezés egy diadalmas apoteózis. A magyarságot nem lehet eltörölni. Ennek a hite és ennek a bizalma él tovább ebben a műben. Liszt Ferenc teljes munkásságán meglátszik a magyarok iránti tisztelete, ám a magyar forradalom kitörésekor éppen Weimarban tartózkodott, a Fidéliót vezényelte, majd a forradalom hevületében egy Hungária kantáta komponálásába kezdett. Ez a kantáta Attiláról, a honfoglalásról, a magyaroknak a nagyszerű nagyságáról szól, a középrész Mátyás királyról, mikor virágzik az ország, és a vége pont arról szól, hogy számadjon föl Magyarország, és virágozzon tovább, és vívja ki a függetlenségét. A forradalom hírére lelkesen írt is második élettársának, Caroline Zein Wittgensteinnek. Ebben a levélben a magyarok hősiességét és hazaszeretetét hangsúlyozta. A forradalmi eszméért mindig is nagyon lelkesedett, azonban épp azért, mert élet közelben élte át a párizsi forradalmat, hamar ki is ábrándult a forradalom véruntásától. Hogyha vitézi motivumot vagy ilyen vitézséget keresünk a műveiben, akkor azok ugyanúgy megtalálhatók a Funerályban is, vagy megtalálhatók a Hungáriában is, vagy az Héroïque Funèbre-ben, ugye a hősi siratóban, ott konkrétan például a Marseillaise-nek egy motivumát is idézi, hogy... És egy hatalmas nagy csinnadratta, szabad így fogalmazni, szólal meg a mű több pontján, tehát az, hogy a hősiesség, a vitézség az ezekben a heroikus motivumokban is megjelenik. És nagyon érdekes, hogy hasonló nagy lélegzetű motivum csendül fel például az esztergomi misének is a Christ Eleison szakaszában. Ami hát egy kicsit olaszos ugyan, tehát az olasz romantika dalamvilágát idézi. Ugye ezért kritika is éri, például ugye Heine egy versében kritizálja azt, hogy véresen nem vesz részt a harcokban. Liszt nagyon szép idézettel írja, még a 30-as forradalom, a párizsi forradalom után, hogyha úgy érezné, hogy ezzel a hazáját meg tudja menteni, vagy az ügyet meg tudja menteni, boldogan áldozza föl akár az életét is, ha már nincs békés megoldás. De ő sohasem volt az erőszak mellett, hisz fiatal korában pap akart lenni. Itthon Magyarországon abszolút nem kérték rajta számon azt, amit esetleg Heine számon kért rajta, mert azáltal, hogy ő egész Európában a magyar zenekultúrát, tehát a magyar zenét terjesztette, ezzel tulajdonképpen ő megtette, amit a haza megkövetelt tőle. Hogyan jelenik meg Liszt zeneiségében a magyar 1848-as forradalom és szabadságharc?
Elsősorban a verbunkos elemeken keresztül, amelynek a lényege a pontozott ritmus, tehát az éles vagy a nyújtott ritmus, ami ugye egy olyan pam, papam, vagy papam, papam, ennek a fordítottja. Ez általában jellemzi a 19. századi magyar zenét, így Liszt művészetét is. És azokban a zeneműveiben, amelyekben az 1848-as hősökre emlékezik meg, mint például a Funerályban, ott is ez megjelenik, például ugye, hogy a Funerálynak ez a témája megjelenik a később komponált 137. zsoltárában is, ami szintén nagyon sok magyaros elemet tartalmaz. Például az egyik szakaszában a 137. zsoltárnak a hegedű ezt játsza, hogy a magyaros skála új fénybe helyezi a zsoltár szövegét, mely eredetileg a babiloni fogoly zsidók panaszáról szól, de ezzel a kezdéssel Liszt világossá teszi, hogy a rabságot a magyar népre vonatkoztatva, a hazájától való távolságot pedig saját magára érti. Ha ezt a motivumot összevetjük a kezdő motivummal, akkor érezhető a hasonlóság és ez a verbunkos fordulat. A másik pedig, hogy az a motivum, ami ezután következik a Funerályban, hogy ez is egy verbunkos, fájdalmas motivum. A forradalom leverése, Batthyány miniszterelnök és az aradi vértanú kivégzése megrázta Liszt Ferencet. Ebből a fájdalomból táplálkozott a Funerály, vagyis a temetés, amelynek alcíme 1849. október. Valamilyen szinten még részt vett a forradalomba, ez pedig az emigránsoknak a segítése, és akár még útlevélszerzés is. Erről mit lehet tudni? Számos magyar emigráns jutott el hozzá, menekült hozzá, nem egyébként csak magyarok, németek is, a leghíresebb a külföldiek közül Wagner. De a magyarok közül legfontosabb talán Reményi Ede, vagy Szerdahelyi Ede, zongora művész, aki 5 hónapot töltött Lisztnél Weimarban, és Liszt legtöbbjüket vagy Franciaországba Marie Daguhoz küldte, vagy Marie Dagu közvetítésével próbált nekik állást szerezni, mint például Teleki Lászlónak is, aki szintén a szabadságharcban való részvétele miatt menekülnie kellett az országból. Milyen szemmel nézik azt, hogy egy ilyen emblematikus személy, mint Liszt a felkelő magyaroknak segít? A titkos rendőrség állandóan ellenőrizte Lisztet. Az volt a szerencséje, hogy Karl Alexander, aki a weimari nagyherceg volt, és az ő alkalmazottjaként dolgozott Weimarban udvari karmesterként, liberális gondolkodású uralkodó volt, és ott azért nem vették annyira szigorúan ezeket a segítségeket, hiszen a legtöbben zenészek voltak, akik Liszthez érkeztek azzal, hogy tanuljanak nála. Bár Lisztet érték kritikák amiatt, hogy fegyveresen nem vett részt a harcokban, zenéjébe beépítette hazafiasságát. Ma ennek a szellemiségnek köszönhetjük a Zeneművészeti Egyetemet. Vendégem a folytatásban Dinya Dávid Karnagy. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye a Nemzeti Színháznak a szerepét azt nem lehet megkerülni a forradalmi események kapcsán, hiszen a március 15-i eseményeknek is ez volt a záró helyszíne. Miért éppen a Nemzeti Színházban? Miért volt ennyire fontos ez az intézmény, és egyáltalán mi az, amit képviselt 1848-ban? Hogyha egy picit belegondolunk a szónak a jelentésé, vagy Nemzeti Színház, ugye ez volt az az időszak, amikor igazán elkezdődött az igény arra, hogy egy valami olyan dolgot hozzanak létre azok az emberek, akik akkor éltek, ami igazán az övéké, ugye igazán magyar, vagy igazán valami jellemző dolog rájuk. Nagyon jó, hogy így kérdeztem meg, hogy Nemzeti Színház, hiszen ekkor már 48. március 15-én valóban így hívták ezt az intézményt. Azonban ugye ennek az intézménynek az eredeti neve az Pesti Magyar Színház volt, ez egy 837-es intézmény, amely tulajdonképpen néhány évvel később, ugye 40-ben már fölvette a Nemzeti Színház nevet. Hogy miért is volt fontos?
Tulajdonképpen az akkori értelmiségi elit ott gyűlt össze, zenészek, színészek, és azért is emelem ki ezt a kettő kategóriát, mert ez a két kategória, vagy ennek a két kategóriának a képviselői még hosszasan birtokolták ezt az intézményt, hiszen ebben az épületben nem csak operákat vagy színdarabokat játszottak, hanem egyéb zenés vagy prózai műveket is. Március 15-én a forradalmi tömeg ugye már énekelte a himnuszt, a szózatot, a Hunyadi László opera leghíresebb áriáit, meghalt a cselszövő. De hogyha általánosságban beszélünk, akkor milyen volt ekkoriban a magyar műzenének a helyzete? Mennyire tekinthető már kiforrottnak az a magyar stílus, amit ilyenkor sokat emlegetünk? Különös ez a kérdés, hiszen meg kell említeni itt egy nevet, ugye Egressy Béni nevét, aki tulajdonképpen többféle vegyi anyagból próbálta összegyúrni azt a műzenét, vagy azt a zenetípust, amit igazán a későbbiekben a sajátunkénak mondhatnánk. Egressy Béni tevékenységét egy picit jobban kibontjuk, akkor azért talán az fontos tisztázni, hogy ő tényleg nagyon sokat tett a magyar műzenéért, a szózat megzenésítésén túl is. Milyen egyéb területeken volt ő aktív, ugye akár színházi alkotóként, szövegíróként is tekinthetünk rá? Igen, hogyha visszagondolunk az általános iskolai ünnepségekre, akkor mi az emlékünk? Ugye először fölállunk a himnusznál, megtörténik az esemény, és utána leülünk, vagy hát fölállunk még a szózat erejéig, aztán megy mindenki haza, mindenki innen ismeri őt, de ő igazán sokoldalú ember volt, gyakorlatilag egy polihisztor. Nem csak komponált, hanem szövegkönyveket írt, ugye Erkel első három operájának a szövegkönyvét is ő maga írta, ezen kívül fordított rendkívül sok operát és színdarabot fordított, legfőképpen francia és olasz nyelvről. Ők Erkellel valóságos alkotótársaknak számítottak a korszakban? Hát tulajdonképpen ki lehet mondani, némi rivalizálás biztos, hogy volt köztük, nem sok információ maradt fönt erről. Egressy Béni bátyja, Egressy Gábor pedig ugye elsősorban nem zenészként írta be magát a történelembe, de itt a forradalmi színházi események kapcsán azért sokszor az ő neve is előkerül. Ő milyen feladatot vállalt? Hát, hogy milyen feladatot szeretett volna vállalni, és hogy milyen feladatot vállalt valójában, sokkal egyszerűbb megnézni azt a képletet, hogy ő valójában mi nem volt, mert annyira sokrétű volt az ő tevékenysége is. Az irodalomban is jeleskedett, szövegkönyveket írt, ő is komponált, most emeljük ki ezeket elsősorban. Tulajdonképpen, amit igazán ki lehetne nála domborítani, az a színházi világ. Fiatalkorában háromszor szökött meg például otthonról, hogy egy színésztársulathoz szegődjön és színésznek álljon. Ez élete végéig elkísérte ez a szerelem, hiszen meg annyi műnek a rendezésében részt vett a Magyar Nemzeti Színházban. Amellett, hogy az Egressy testvérek ugye a szabadságharcban is részt vettek és harcoltak is. Így van, meg is sebesült, most természetesen Egressy Gáborról van szó, aki eredetileg Galambos Gábor néven született, tehát aki így szeretné megtalálni a lexikonban, lehet, hogy akkor így érdemes keresni. Megsebesült, majd később tábori zenésznek állították be Komáromban, ahol írta a Komáromi utóhangok című kompozícióját. És ő gyakorlatilag egy törökországi kitérő után tért aztán vissza a magyar színházi életbe és a zenei életbe. Hát nem csak törökországi, a mai Olaszország területét is bejárta, a mai Németország területét, Párizsba is elment, tehát egy igazán sokrétű, sok nyelvet beszélő, gyakorlatilag polihisztorral állunk szemben. Lehet mondani, hogy a fényképészet területén is a mi számunkra jelentőset alkotott, hiszen Petőfi egyetlen daguerotípiáját is ő készítette. Hogyha visszagrunk egy picit Egressy Bénihez, az, hogy ő például a Bánkbánnak a librettóját is megírta, ezzel már gyakorlatilag a zenei alapjait is lefektethette egy későbbi korszaknak? Hát tulajdonképpen az, hogy mi volt az előzménye, meg mi volt a következménye ennek, azért ugye gyökerezik ez a környező történelmi eseményekben. Több, mint valószínű, hogy nagyon hatottak a forradalmi és a szabadságharc béli események arra is, hogy a magyar zenei világ hogyan terelődött tovább. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. A forradalom idején Erkel Ferenc volt a Nemzeti Színház zeneigazgatója. Ő maga nem vett részt a harcokban, nem mondott forradalmi beszédeket, de a himnusz és a Hunyadi László a forradalom két meghatározó zenei elemévé lett. A folytatásban Erkel szerepéről tudhatunk meg többet Kassai Katalintól. Meghalt a cselszövőnek,
Erkel életének talán legkatartikusabb pillanata lehetett, amikor nem csupán a harmóniáktól borsódhatott a háta, hanem a pillanat jelentőségétől. És most lássuk a történelmi vezénylet előzményeit a nemzettudatot megzenésítő szerző, a sakkmester Erkel Ferenc szemszögéből. Áldás vagy teher Erkel Ferenc leszármazottjának lenni? Megtiszteltetés. Egy kötelezettség, amire körülbelül 40 éves korom környékén döbbentem rá, hogy nekem ezzel feladatom van. 1838-ban, tehát a megnyitás után pár hónappal Erkel Ferencet első karmesterként alkalmazta a színház, és nem sokkal később mellészegődött az akkor már nemzetközi hírű primadonna Sodelné Klein Rozália. Ők ketten azok, akik úgymond megteremtették a nemzetközi, európai szintű magyar nyelvű zenés színjátszást. A Báthori Máriával megszületik az első magyar nyelvű történelmi eredeti opera, amelyet 1840. augusztus 8-án mutatnak be, és amely alkalommal a Pesti Magyar Színház fölveszi a Nemzeti Színház nevet. A Hunyadi Lászlóval Erkel már viszonylag korán elkezdett foglalkozni, de a bemutatóra csak 1844. január 27-én került sor, és hát őrült nagy siker volt a Hunyadi természetesen. Hunyadi Lászlóban már lehetett érezni egy picit a forradalom előszelét, vagy annak hangulatát? Hát mindenképp lehetett érezni, gondoljunk csak a Cselszövők kórus az első felvonás fináléra. Tehát ez egy gyújtó erejű kórus, ami nem véletlenül vált annyira népszerűvé. 1844-ben, amikor a mű született, akkor nem lehetett, nem merték még kimondani, hogy a jelenkori cselszövő az tulajdonképpen Metternich herceg, aki ugye az elnyomó réteget képviselte Magyarországon. Március 15-ének a felszabadult hangulatában kiáltozni kezdték a nevét, hogy a tényleges cselszövő az szemben a Hunyadi operának a 16. századi történéseivel, az Metternich. Hunyadi Lászlónak a hattyúdalára pedig azt mondta a nép, hogy ez pedig a cenzorok hattyúdala, ami szintén tudjuk ugye a 12 pontból is, hogy a cenzúra eltörését követelte aznap a márciusi ifjúság. 1848 márciusában Erkel Ferenc a 30-as éveinek végét tapossa, a Nemzeti Színház főzeneigazgatója ekkor, a színházban két darabját mutatták már be, a Báthori Máriát és az első magyar nemzeti operát, a Hunyadi Lászlót. Március 15-ére a Két anya gyermeke című prózai előadást tűzte műsorára a színház, de estére olyan események történtek, amelyek megváltoztatták nem csak Erkel Ferenc esti programját, hanem az egész magyar történelmet. Ami közvetlenül, vagy nagyon is hatással volt az egész március 15-i esemény sorra, az a Hunyadi László, illetve néhány hónappal később, 1844-ről beszélünk, a magyar himnusz, amit 13 pályázó közül egyöntetű döntéssel Erkel műve nyert meg. Ebben az évben éppen mind a kettőnek 180 esztendős évfordulóját ünnepeljük, és a március 15-e estének a kánonját akkor és utána nagyon sokáig meghatározta ez a két mű. A Táncsics Mihályt kiszabadító tömeg a Nemzetibe vonult, ahol a Marseillaise-t, a Rákóczi indulót, a himnuszt és a Hunyadi Lászlót követelték. A Rákóczi indulót akarjuk! Március 15-ére készült egy új plakát, és pedig a Bánkbán. Tehát március 15-ére végül is a Bánkbánt tervezték előadni, a forradalmi eseményekre való tekintettel el is kezdik játszani. A Pesti Hírlapból tudjuk, hogy a tömeg beözönlik az előadásra, és akkor a Egressy Gábor megkérdezi, hogy akkor játsszák-e tovább a Bánkbánt, vagy énekeljünk a Hunyadiból, vagy Marseillaise-t, vagy Rákóczit. A közönség, amikor az előadás közben egyszer csak elkezdte követelni azt, hogy szeretné hallani a frissen, akkor nemrég bemutatott Berlioz Rákóczi indulóját. Kisvártatva egy másik francia mű, elég nemes mű, a francia himnusz, a Marseillaise volt a következő a táncrendben, és aztán Erkelnek két részlete következett, épp az említett, a már említett Hunyadiból. Nagyon szép nyelvezeten írta le a korabeli sajtó, hogy Kölcsei himnusza Erkel Ferenc zenéje szerint, majd pedig Vörösmarty szózata
Egressy Béni zenéje szerint. Ezek voltak tulajdonképpen a főbb elemei annak az estének, és nagyon érdekes, hogy egy évvel később, 1849. április 24-én, mikor a bécsi seregek elhagyták Pestet, akkor az a fölött érzett ünnepi hangulatnak a hatására ugyanezt tulajdonképpen megismételték más sorrendben, de a lényege az volt, hogy ugyanezek a részletek hangozzanak föl. A forradalom fontos zenetörténeti előzménye Erkel főművének, a himnusznak 1844-es megkomponálása. Nemzeti imánk felcsendülése a nemzettudatot szimbolizálta a forradalmi estén. És most nézzük a forradalom előzményeit és eseményeit zenetörténeti szempontból. Kiírt a Nemzeti Színház, Bartai Ander kiírta a himnusz pályázatát, és hát a beadási határidő előtt egy nappal rákérdezett, hogy megzenésítette a kölcsei himnuszát, mire mondta az Erkel nem, és akkor fölhívta a lakásába rázárta a kis szobának az ajtaját, és ott a kopott zongora billentyűi mellett azt mondta, hogy addig nem jöhet ki, amíg ő ezt meg nem zenesítette. A tanárára gondolt, aki azt mondta, hogy mindig, amikor himnusz komponálsz, akkor gondolja harangokra. Az Erkel irodalom hát egy nagy fikciónak gondolta, mert ugye több ponton ugye ellentmond a történet a kottás forrásoknak. Az a himnusz változat, amit ma szoktak játszani, az nem teljesen azonos azzal, ami ebben a bizonyos pályázati példányban szerepelt. Ezt a változatot még talán manapság is a Doknányi Ernőhöz szokás kötni. Hangszerelés szempontjából jóval nagyobb hangszerelést készített, mint az eredeti Erkel mű volt, hiszen amikor manapság hallgatunk egy Doknányi felvételt, annak a csúcspontján például a cintányér összecsapódása, azt soha nem írta bele a partitúrájába Erkel, ellenben nagyon fontos, hogy egyrészt a már említett verbunkos elemekkel, verbunkos zenei stílussal komponálta meg művét, és ami talán a legfontosabb ebben az egész dologban, hogy az első négy ütemben és az utolsó négy ütemben harangot alkalmazott. Erkel személyes hozzáállása az akkori társadalmi és politikai helyzethez milyen lehetett? Erre csak következtetni tudunk. Erkel nem az a típusú művész volt, aki így felszólal, egy csendesebb, visszahúzódóbb valaki volt, hogy ő politikailag, hogy milyen szerepet vállalt. Ő egy színháznak egy vezető karmestere volt. Az ő elképzelései és az elköteleződései, akár politikai elköteleződése, valamilyen szinten ugye rányomta a bélyegét a színháznak a műsorpolitikájára, hogy mi mellett kötelezte magát a kulturális nemzetépítés mellett. Hát erről a művek beszélnek leginkább. Későbbiekben is azért ez jól látható, hogy a színház azért úgy élénken reagál, és hát ebben az Erkelnek is benne kell lennie, élénken reagál a politikai eseményekre. Hogy Erkelt mennyire nyomasztotta ez a helyzet, ezt igazság szerint ezt idősebb Ábrányi Kornéltól tudjuk. Erkel állítólag neki azt nyilatkozta, hogy ebben az időszakban semmi olyat nem tudott leírni, amit hitelesnek érzett volna. Nem alkotói válság volt, azt hiszem, hanem egy passzív rezisztencia, egyfajta ellenállás. De hogyha a himnuszra gondolunk, akkor vette a bátorságot, hogy akkor a betiltás éveiben is újra és újra elővette. Úgy szoktam ezt mondani, hogy az elnyomatás éveiben az összetartozásnak az alapvető szimbóluma volt. A szabadságharc bukását hallgatással gyászolta Erkel Ferenc. Hosszú évekig nem született új szerzeménye. Legközelebb 1861-ben mutatták be a legnagyobb történelmi operáját, a Bánkbánt, melyet az önkényuralom elleni lázadásként komponált. Tari Luisa zenetörténésszel beszélgetünk a folytatásban arról, hogy milyen zenész szereplői voltak még a szabadságharcnak. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tudunk ugye például egy cigány muzsikusról, Sárközi Ferencről, aki állítólag a forradalom kitörése után az egész zenekarával a honvédségnek a kötelékébe lépett. Ez hogyan volt lehetséges, és egyáltalán miféle szolgálatot teljesítettek ők? A cigányzenészek már a 48-as szabadságharc kitörése előtti időben is elég komoly formában részt vettek a nemzeti zene továbbfejlesztésében. Részt vettek rendszeresen különböző, hát tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy kortes hadjáratokba, de hát természetesen még korábban
híresek arról, hogy a verbuválások során mind ott voltak, és általában a pozsonyi országgyűlések idején rendszeresen részt vettek az országgyűléseken is, mégpedig a őket foglalkoztató urak kíséretében, mint az ő jeles bandájuk. Tehát a cigányzenészeknek a szerepe a 19. század első felében folyamatosan erősödött, és ez folyamatosan egybe függött avval, hogy ők egyben egyre inkább a magyar nemzeti zenét igyekeztek kultiválni. A 48-as szabadságharc kitörésekor azt hiszem, hogy teljesen természetes dolog volt részükről, hogy ugyanazt az utat járják, amelyet a többi magyar is. És részt vesznek a szabadságharcban, ha kell, ha nem. Tulajdonképpen azt lehet mondani Sárosi Bálinttal ellentétben, aki úgy írt erről a Cigányzene című könyvében, hogy csupán csak kenyéradó gazdáikat követték, és azt a meghatott érzést csak az utókor költi hozzá, hogy ők valami nemes érzéstől vezéreltetve vettek volna részt a harcokban. Azt hiszem, ez nem stimmel. Éppen Sárközi Ferenc a jó példa rá, hiszen ő előzőleg már Párizst megjárta, ott nagyon kitűnő muzsikus volt, bőszen visszamehetett volna nyugodtan akár Párizsba, akár Bécsbe, ahol szintén működött, és ő ehelyett azt választotta, hogy beáll a szabadságharcba katonának. A többi együttessel ugyanez a helyzet. Számtalan cigánybandát tudunk, aki testületileg besoroztatja magát a hadseregbe. Sárközi, mint a kor jeles muzsikusa, Kossuth Lajos által ki lesz nevezve a teljes cigányzenész együttes vezetőjévé, amely ugye egy elvi kinevezés, mert a különböző hadtestek különböző helyeken harcoltak, és természetesen a velük lévő cigányzenészek is különböző helyekre kerültek. Milyen dalokat, milyen toborzó nótákat játszhatott egy ilyen zenekar? Hogyan kell ezt elképzelnünk? Egy Kossuth nóta biztosan felcsendült. A Kossuth nóta nagyon új még ebben az időben. A dallamáról 1847-ben már van adat, egy népszínmű részeként jelenik meg, de a szöveget úgy tartja a hagyomány, és így is írják le a szemtanúk, hogy közvetlenül Kossuthnak a toborzó hadjáratai alatt keletkezhetett, illetőleg pontosabban, amikor Bécsbe mentek, és ekkor kerültek hozzá újabb-újabb vers részletek, tehát mindenképpen új a dallam, és ilyen értelemben, mint divatos új dallamot, biztosan játszották ezt is. Azt, hogy a harcok során mit játszottak konkrétan, erről nem sok információnk van, arról viszont, hogy a korszaknak mi volt a zenéje, arról többet tudunk. Így például a 19. század első felében már egyértelműen a nemzeti érzést legjobban kifejező Rákóczi Indulót egész biztosan játszották. Szintén játszották Erkel Ferenc operájának azt a részletét, amely a Meghalt a csel szövő szöveggel kezdődik, és amely nagyon hamar belekerült az ő repertoárjukba. És mi a helyzet a népdalokkal? A népdalokban hogyan jelenik meg a forradalomnak és a szabadságharcnak az emléke? Népdalokban leginkább Kossuth Lajosnak a nevével találkozunk. Kossuth Lajost, mint apánkat emlegetik a népdalok, nagyon nagy tisztelettel vannak iránta. Jóval a szabadságharc leverése után is keletkeznek még olyan újabb dallamok, amelyek Kossuth nevét hangoztatják, de ne feledkezzünk meg arról sem, hogy 1844-től már vannak Petőfi megzenésített dalok is, tehát ezek mint új, divatos, friss dolgok, például a Petőfi versek, úgy szintén elhangozhattak a szabadságharc alatt. Ugyanakkor minta volt a korábbi korszakokból a francia forradalom, tehát itt ebben a korszakban élet fel például a Marseillaise-nek a tisztelete, föltételezhető, hogy a cigánybandák ezeket is játszottak. De van 1847-ből Kossuth indulónk, Batthyány induló keletkezik, Müller József nevű katonazenésznek szintén van több
indulója, amelyek közé népies műdalok is bekerültek, olyan népies műdalok, amelyek a kor már meglévő népszínműveiből és éppen a cigányzenészek terjesztése által is váltak divatossá és terjedtek el. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kérem. A magyar romantikus triászból Lisztet és Erkelt jól ismerjük, de kevesebbet tudunk Mosonyi Mihályról, pedig az eredetileg német ajkú szerző igazán sokat tette a magyar zene német zenétől való függetlenedéséért. Mosonyi kutatókat kérdeztem a zenei szabadságharcról. Dallamgazdagság. Újító szellem, mélység és emelkedettség. Igaz hittel átitatott minden a zenei gondolata. Ilyenek Mosonyi Mihály, az eredetileg Mihály G. Brandt névre keresztelt német ajkú zeneszerző művei, aki a magyar zenetörténet egyik legnagyobb hatású alkotójává vált. Gyermekkorát Boldogasszony településen, a mai Ausztria területén töltötte, és autodidakta módon vasszigorral képezte magát muzsikussá. 1842-ben fogta a megtakarított pénzét és Pestre költözött, hogy szerencsét próbáljon. Nem véletlenül beszélgetünk itt a Belvárosi Nagyboldogasszony plébánia templomnak az altemplomában, mert hogy ehhez a helyszínhez a mosonyi életmű is többszörösen kapcsolódik. A pálya kibontakozásának egyik legfőbb helyszíne ez, legalábbis a felső templom. Itt mutatták be 5 miséje közül az első 3-at, több kisebb egyházi kompozícióját. Mikor kezdődik az ő egyházzenei tevékenysége? Pici korától kezdve, mert már a falujában orgonát, hogyha szükség volt rá, miséken felkérték, hogy segítsen. És innentől kezdve gyakorlatilag folyamatos az ő zenei fejlődése. A 42-ben, amikor ugye egy német ajkú viszonylag fiatal zeneszerzőként Pestre érkezik, akkor mennyire volt neki sikeres a beilleszkedése? A pesti zenei életben hogyan fogadták őt? Ő egy nagyon nyitott személyiség volt, főleg fiatal korában, és rögtön kereste a befolyásos zenei társadalmat. Úgyhogy érdekes módon például, amikor kiírták a szózatpályázatot, annak a bírálóbizottságában már benne volt, mint fiatal zeneszerző. Fontos kezdettől fogva kapcsolata Erkel Ferenccel eszménykép volt számára sokáig. Rögtön felkarolták például Brauer Ferenc, ennek a templomnak az akkori Regenskórija, és nagyon gyakran adta elő műveit. Az ő zeneszerzői sikerei gyakorlatilag egyházzenei téren folyamatosak voltak, kezdettől fogva. Egyrészt természetes törekvés volt számára, hogy Pest zenei életének meghatározó személyiségévé váljon. Ez megnyilvánult abban, hogy nagyszabású műveket komponált, például az első szimfóniája egy magyar zenetörténeti mérföldkő. Hasonlókat mondhatunk el erről is, mint a zongoraversenyről. Ez volt az első olyan magyar szimfónia, amely hazai születésű szerző tollából kifejezetten a hazai hangversenyélet számára íródott. Ugyanakkor jellemezte a kapcsolatkeresés a centrális nyugati német kultúrával. Elsősorban a bécsi klasszicista szerzők művei hatása érződik ezeken a műveken. A német zenekultúra elsődleges fontosságát kell hangsúlyozni. Beethovenét, Schubertét, Mendelssohnét. Az első néhány év Pesten pozitív fordulatokat hozott Mosonyi magánéletében is. Igen, rátalált a nagy szerelmére, Weber Paulinára, Weber Henrik festőművésznek a húgára. A szabadságharc idején nemzettörnek állt. Borzasztóan fontosnak érezte és harcolt a magyarok szabadságáért. Nagy trauma volt számára, hogy leverték a szabadságharcot. Magyarázzák a harmadik misének a komor hangulatát ezzel is.
Az Evdur Mise 1849-ben került bemutatásra Erkel Ferenc vezényletével ebben a templomban, ahol azóta is rendszeresen előadják. Még Mosonyi életében elhangzott többször, rendkívül intim a hangvétele. 1851-ben Mosonyi magánélete is tragikus fordulatot vett. Felesége 6 évi házasság után elhunyt. A veszteség mély lelki válságba sodorta a férfit, aki innentől nem csak a társasági élettől zárkózott el, de évekig semmit sem komponált. Mikor aztán újra munkához látott, változtatott a zeneszerzői stílusán, és csatlakozott a nemzeti muzsika úttörőihez. Magyarosította 59-60-ban a nevét Brandtról Mosonyira. A magyar szellemű zenei törekvések eszmei vezéralakjává lett. 1860-ban Ábrányi Kornéla, Bartalos Istvánnal megalakították a zenészeti lapokat. Ebben ő is rendszeresen publikált, és világosan kitűzték a céljukat, hogy megtalálni és népszerűsíteni a magyar romantikus zenei nyelvet, és tanítani, nevelni a magyar zenei társadalmat. Hadd idézzek! Én azt hiszem, hogy a gondviselés, mint egy újjal mutat reá, hogy a magyar zenének művészi értelemben vett kifejlesztése által a német, olasz s francia zenei ráj s iskola mellett alapítsuk meg a negyedik világhírű zeneírmodort is, a magyart. Ambiciózus és nagyon szenvedélyes. Igen, mindenképpen, mint eszményi mesterre tekintett Lisztre. Liszt tanácsa is közrejátszott ebben, hogy Mosonyi forduljon a magyar zene birodalma felé stilális értelemben. Mosonyi újabb szimfonikus művei, amelyeket szokás szimfonikus költeményekként emlegetni. Liszt Ferenc műfaji újítására a szimfonikus költeményre reflektált. 1860-ban született a Gyászhangok Széchenyi halálára című alkotás. Széchenyi tragikus elhunytát követően állítólag egy nap alatt megkomponálta azt a zongorás verziót, amit 3 héttel a gróf halála után meg is jelent nyomtatásban, majd pedig az év későbbi hónapjaiban zenekarra is meghangszerelte a művet, és így került előadásra Erkel Ferenc vezényletével 1860. december 16-án első alkalommal a filharmóniai hangversenyek sorában óriási sikerrel. Mosonyi egyik fő művéről van szó. Elsősorban magyar stílusú műveket komponált, több művében is visszatekintett a szabadságharcra. 1860-ban komponált egy zongoradarabot Ábrándozva címmel, ez a Kossuth nóta parafrázisa. A Szép Ilonka volt az első teljes egészében magyar zenéjű és szellemű opera, 1861-ben mutatták be. Még később 1868-ban komponálta Szentelt hangok című kórusművét, ez az aradi vértanúknak emléket állító mű. 68 után már nem publikált. Nagyon nagy volt benne a csalódás. Sok tekintetben egyszerűen úgy érezte, hogy zátonyra futottak azok az elvek, azok a célkitűzések, amikben ő nagyon-nagyon hitt. A kiegyezés időszakának tájékán, éveiben akkor tényleg keveset alkotott. A zeneszerzői pálya 1870-ben, tehát halálának évében ívelt ismét fölfelé. 2 kompozíciót írt Battyányi Lajos gróf újra temetésére. Az egyik a Libera mi volt, másik pedig egy világi kórusmű. Mosonyi Mihály 1870. szeptember 29-én a névnapját Liszt Ferenccel együtt töltötte August Báró szekszárdi kúriájában. A hazafelé vezető úton viharba keveredett, megfázott, és 2 hétig tartó betegséget követően 55 évesen hunyt el. A zeneszerző itt a Fiumei úti sírkertben nyugszik, szeretett felesége mellett.
Önök az M5 históriát látták. Műsorunkat újra nézhetik a mediaclick.hu oldalon és a YouTube-on is. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!